Újabb pénztári számlákkal való nyereményjáték indul Szerbiában, ezúttal elektronikus formában. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint továbbra is probléma, hogy sok üzletben nem adnak számlát vásárláskor. A nyereményjátékkal a szürke gazdaságot szeretnék visszaszorítani. Számítok Szerbia minden polgárára, és kérem tőlük, hogy kérjék el a pénztári számlát. Ne szégyeljék el elkérni a számlát, akármilyen boltba is mennek be, ha maguktól nem adják oda. Ezzel ők elkerülik az adófizetést. Mi abból az adóbevételből tudnánk segíteni a hotelipart. Ebből építjük az óvodákat, a kórházakat, az iskolákat és az autóutakat. Az adóhivatal most is aktív, de még aktívabb lesz, hogy ezt a szürke gazdaságot, a fekete gazdaságot felszámolja, illetve visszaszorítsa a lehető legalacsonyabb szintre. Kérjék el a számlát, mondta el még egyszer a pénzügyminiszter. Úgy fogalmazott, semmibe sem kerül, ha bemegyünk a pékhez, és vásárláskor kérünk számlát. Ezzel megnehezítjük, hogy feketén dolgozzanak. Ezzel megakadályozzuk, hogy ne fizessék az adót, hangsúlyozta Színi Áli. A gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szövetség a NALED üdvözölte az újabb nyereményjáték hírét, amely pont időben érkezik, mondta a szervezet ügyvezető igazgatója Violetta Jovanovic. Az érvényben lévő nemzeti programban, amelyet a szürke gazdaság felszámolásáért készítettek, előlátták, hogy ennek az évnek az utolsó negyedévében újabb ciklusát szervezzik meg ennek a nyereményjátéknak. A cél, hogy minél jobban tudatosítsák az emberekben, hogy tehetnek érte, hogy csökkenjen a szürke gazdaság. A program szerint az új nyereményjáték elektronikus formában zajlik majd. Ez számunkra különösen fontos. Ez jó hír ebben a járványhelyzetben, több okból kifolyólag. Az elektronikus mód megvédi az emberek biztonságát és egészségét. Lehetővé teszi, hogy ne kelljen sorban állnunk a posta toló ablakai előtt, hogy kovertázzunk egyszerűbben lehet részt venni a játékban. A pénztári számlákat regisztrálni kell majd egy elektronikus rendszerben, amit majd erre a célra készítenek. Ez pedig azért is jó, mert népszerűsíti az elektronikus ügyintézést. Ezek a szolgáltatások közelebb kerülnek az emberekhez. Az előző számlás nyereményjáték nagyon népszerű volt és elérte a célját, idézi fel a Naled ügyvezetője Violetta Jovanovic. Az előző nyereményjáték a két ciklusával kifejezetten sikeres volt. 11 millió koverta érkezett számlákkal. Az emberek 40 a részt vett benne közvetlenül vagy a családtagjain keresztül. Az előző játékokból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy ez egy családi aktivitás amiben a fiatalok és az idősebbek is részt vesznek a háztartásokban. Reméljük, hogy ezúttal is így lesz. Lesz, aki gyűjti, mások feladják a számlákat. A nyereményjáték elektronikus jellege miatt számítanak is a fiatalok segítségére. A számlákat ugyanis regisztrálni kell az elektronikus rendszerben, mondta Jovanović. Hiszem, hogy ez nem probléma, mert most már szinte minden szerbiai polgárnak van okos telefonja, amivel ezt meg lehet csinálni. Az internet elérhetőség sem számít már problémának. Ennek ellenére mindenképpen javasolni fogjuk, hogy legyen lehetőség segítséget kérni a Postán vagy a helyi önkormányzatokban, hogy legyen egy hivatalnok, aki rendelkezésre áll majd segítséget nyújt, ha arra szükség lenne. A számlagyűjtés és a nyereményjáték az államvezetés szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a szürke gazdaság. Erre egy példát is hoztak. Az adóhivatal tíz nap alatt több mint 500 szerbiai pékségben végzett ellenőrzést, és 60 uknál találtak szabálytalanságokat. Voltak, amelyek nem jelentették be dolgozóikat, de a legtöbb esetben a pénzforgalom nyilvántartásában voltak szabálytalanságok.